Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés pedig, hogy közeledik hozzád. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A választ megadja itt ez a kártya, itt az érmékről van szó. Ez lehet az ő anyagi helyzete, vagy kihat ez a kép a munkára, a hivatásra is. Itt látható az igazságtalanság, hiszen az egyik gazdag, a másik kap ebből a pénzből valamit, a harmadik pedig semmit sem kap. És itt igazságtalanságokról van szó, vagy a munkahelyén, vagy a családban, ahol anyagi dolgokról van szó. Ez lehet egy örökösödési ügy is, hogy mások kihasználják őt. A második kérdés úgy hangzott, hogyan érzi magát? A választ ez a kép adja meg. Ő most visszahúzódó, befele fordul, elgondolkozik valami felett. Az lehet, hogy itt van összefüggés ezzel a kártyával, és ezek az anyagi dolgok, ez az igazságtalanság foglalkoztatja őt. Jelenleg befele tekint, megpróbálja megtalálni a belső nyugalmát, az is lehet, hogy meditál valami felett. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogyan közeledik hozzád. Itt látható ez a királynő, aki uralkodik a víz eleme felett, és az jelenti az érzelmeket. Ő tudatában van azzal, hogy te szereted őt, hiszen érzelmekkel közeledsz hozzá. Itt meg lesz az elismerés, a megbecsülés, hiszen úgy tekint rád, mint egy királynőre. És a kép középen jelenti azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt lesz egy üzenet, jönni fog, írni fog neked, és miről van szó. Lehet, hogy beszámol erről az anyagi helyzetről, és elmagyarázza azt, hogy miért volt visszahúzódó, ami még várható, hogy megkapod az elismerést, és beszél érzelmekről is, hiszen az ő szemében, a szívében, a lelkében te vagy itt a királynő. Királynő az érzelmek felett. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!